Az új hűtőházzal felszerelt raktár 1000 tonna élelmiszer tárolására alkalmas. Az 1750 négyzetméter területű épületben 5 hűtőházat és egy átvevő helyiséget alakítottak ki. Körülbelül egy olyan 6-7 hónap volt az, amikor mondhatom azt, hogy a beruházás gyakorlatilag tetőt öltött, tehát használatba tudtuk venni az épületet, tehát gyakorlatilag ez év tavaszától mi már az épületet a maga módján használtuk. A Tiszakóp 23 éve működik Magyar Kanizsán. A gazdasági válság ellenére bátran vágtak bele a logisztikai központ kiépítésébe. A válság az nem csak megtorpanás, hanem gyakran egy lehetőség is, egy új lehetőség, amit ki kell használni, egy motiváció, amivel élni kell. Ezt ismerte fel a Tiszakóp, és azt hiszem, hogy ez a beruházás egy lendületet fog adni a tevékenységének. Az új raktárépület hűtőházai nem csak a magyar kanizsai vállalat szükségleteit szolgálják ki, hanem a környék termelőinek is raktározási lehetőséget kínálnak.